Дорогі українці, сьогодні Збройні сили України, а саме Újabb komoly győzelmet értek el a harcéren az ukrán fegyveres erők. A heteken át tartó harcok után Limán városa ismét ukrán kézre került, írta a Reuters. Izum eleste után Limán városa maradt az oroszok legfontosabb északi hídfőállása a Donbászi offenzíva lebonyolításához. A térségben hetek óta heves harcok zajlottak. A város szombati visszafoglalására egy nappal azután került sor, hogy Putyin kihirdette Ukrajna közel egyötödének, köztük a Donyeck megyében található Limánnak az annektálását. Lloyd Austin, amerikai védelmi miniszter szerint Limán elfoglalása újabb problémákat okozhat az orosz hadseregnek, mivel a város egy utánpótlási útvonalon helyezkedett el. Ferenc pápa vasárnap felhívást intézett Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz, hogy állítsa meg az erőszak és a halál spirálját Ukrajnában, mondván, hogy az ottani válság nukleáris eszkalációval fenyeget, amely beláthatatlan globális következményekkel járhat, írta a Reuters. A Szentpéter téren több ezer ember előtt mondott beszédében Ferenc pápa Isten nevében sürgős felhívást intézett a konfliktus befejezésére, és abszurdnak nevezte, hogy nukleáris fenyegetés leselkedik a világra. A Szentatya kihangsúlyozta minden ország szuverenitásához és területi integritásához való jogát. Felszólításom mindenek előtt az Orosz Föderáció elnökéhez szól, könyörögve neki, hogy állítsa meg az erőszak és a halál spiráját, akár saját népe iránti szeretetből is, mondta Ferenc pápa, majd hozzátette. A másik oldalon fájdalommal telve az ukrán lakosságot ért agresszió nyomán érzett hatalmas szenvedés miatt ugyanilyen reményteljes felhívást intézek Ukrajna elnökéhez is, hogy legyen nyitott egy komolyan vehető békejavaslatra. Ukrajna pozitív változással számol azon NATO tagok álláspontjában, akik korábban szkeptikusak voltak a szövetséghez való csatlakozásával kapcsolatban, mert a helyzet alapvetően megváltozott, jelentette ki szombaton Dmytro Kuleba külügyminiszter. Az ukrán diplomácia vezetője az ukrán televízió non-stop háborús adásában hangsúlyozta, az euróatlanti térség jövője Ukrajnában dől el. Az euróatlanti biztonság Ukrajna győzelme nélkül lehetetlen. Továbbá meggyőződését fejezte ki, hogy Ukrajna NATO csatlakozási kérelme megváltoztatja Ukrajna euróatlanti integrációs folyamatának logikáját és dinamikáját. A helyzet alapvetően megváltozott, ahogy azoknak az országoknak a helyzete is, amelyek továbbra is szkeptikusak Ukrajna NATO tagságával kapcsolatban. Ezért az új körülményeknek megfelelően újra kell gondolniuk álláspontjukat, mutatott rá Kuleba. A labda most a NATO tér felén van, és ha a szövetség úgy dönt, hogy meghatározza azoknak a lépéseknek a listáját, amelyeket Ukrajnának meg kell tennie az integrációs folyamat sikeres befejezéséhez, országunk készen áll ezek végrehajtására, jelentette ki a külügyminiszter. Ukrajna csatlakozási vágya érthető, de jelenleg a NATO tagság iránti kérelme nem tartozik az alapvető kérdések közé, jelentette ki szombaton Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője egy televíziós interjúban. Borrell az RTVS spanyol televíziónak nyilatkozva hozzátette, hogy az eddigiekhez hasonlóan folytatni kell Ukrajna támogatását és fokozni kell az Oroszország ellen bevezetett szankciókat is. Ez az első alkalom, hogy az EU a rendelkezésére álló forrásokat fegyverek vásárlására és azoknak egy háborúban álló országba szállítására használja fel, mutatott rá a diplomata. Az Egyesült Államok hozzájárulásával ezt tette lehetővé Ukrajnának, hogy megvédje magát, emlékeztetett Josep Borrell. A jövő héten az ukrán és az orosz fővárosba is ellátogat Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ügyvezetője, olvasható az ügynökség honlapján. A szervezet közleménye szerint Grossi az orosz csapatok által megszállt Zaporizsjában az ottani atomerőmű körüli védőövezet létrehozásáról folytat majd tárgyalásokat helyi vezetőkkel. Grossi védelmi övezet létrehozását szorgalmazza Európa legnagyobb működő atomerőműve körül, amely a háború 7 hónapja során többször is tűz alá került. Franciaország újabb Cézár tarackokat szállít Ukrajnának, számolt be a Le Monde francia lap. Emmanuel Macron francia elnök az elmúlt hetekben tárgyalt a témáról Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel és Matt Frederiksen dán miniszterelnökkel. A kiadvány szerint az önjáró lövegeket, amelyeket Párizs Kijevnek szállít, eredetileg Dániának szánták a 2017-ben leadott 15 darabos megrendelés részeként. Kopenhága azonban beleegyezik abba, hogy most lemondjon ezekről a fegyverekről, mivel még tart a dánok által meghatározott műszaki szabványok vizsgálata.
Ukrajna viszont hajlandó átvenni a taraszkokat és használni azokat, mivel az ukrán vezetés meg van elégedve a Cézár hatékonyságával. Franciaország eddig 18 a francia Nexter csoport által gyártott Cézár tarackot szállított Ukrajnának. Az ukrán-magyar határszakaszon 6212-en léptek be szombaton Magyarországra, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 5641-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Olvasható az Országos Rendőrfőkapitányság vasárnapi tájékoztatójában. A beléptetettek közül a rendőrség 224 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ezen időtartamon belül fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében. Vonattal 30 ember, köztük 14 gyermek érkezett Budapestre az ukrajnai háború elől menekülve. A budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon azt közölte, hogy a készenléti rendőrség segíti az Ukrajnából vonattal érkező menekülteket. A feladatokban támogatást nyújt a Budapesti Polgárőrszövetség is. Újra választották Vince Laurentot az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója élére szombaton a kisebbségi ernyőszervezet berlini közgyűlésén. Vince Laurent további 3 évig vezetheti a több mint 100 kisebbségi szervezetet tagjai között tudó Európai Kisebbségi Ernyőszervezetet. Vince egyedüli jelöltként pályázott a tisztségre. Mint fogalmazott, az a célja, hogy a harmadik és utolsó mandátumában az elnökséggel közösen úgy irányítsák a FUENT, hogy megteremtsék a hosszú távú pénzügyi és intézményi stabilitását, hiszen így képviselhetik a leghatékonyabban az őshonos nemzeti és nyelvi kisebbségek érdekeit. Az elsőként mandátum azt jelentette, hogy eljutottunk a FUEN-nel egy olyan pontba, ahonnan most már stabilizálni és megerősíteni kell a szervezetet, hiszen az elsőben intézményileg tettük rendbe, a második mandátumban sikerült olyan pénzügyi feltételeket is biztosítani, amely szavatolja azt, hogy a FUEN el tudja látni a feladatát, és most a harmadik mandátumban úgy kellene mindezt megerősíteni, hogy hosszú távon is kiszámítható legyen a működése. Azért mondom ezt, mert elengedhetetlen a jó feltételek ahhoz, hogy abban a munkában, ami a FUEN feladata, az őshonos kisebbségek védelme, ahhoz meglegyenek a feltételek, hiszen nagyon sok rendezvényen veszünk részt, nagyon sok rendezvényt szervezünk, nagyon sok találkozón veszünk részt szerte Európában, és időnként azon túl is, ehhez pedig jó feltételek szükségesek. Én azt hiszem, ehhez adott egy jó elnökség is, jó kollégákkal leszek körülvéve a következő 3 esztendőben, és bízom abban, hogy előre tudunk lépni az őshonos közösségek védelmének útján, ehhez pedig az kell, hogy letörjük a közöny falát, például az Európai Unióban, például az Európai Bizottsággal kapcsolatban. Vince Laurent 2013 és 2016 között a FUEN alelnöke volt. 2016 óta a szervezet elnöke. 2019-ben az RMDS színeiben európai parlamenti képviselői mandátumot szerzett. A közgyűlésen a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség küldöttei is részt vettek. A KMKS, mely 1993 óta tagja a FUEN-nek, ezen túl az Európai Dialógus Fórumban is képviselteti magát. Sikerült megtartani Vince Laurent személyében magyar kezekben az elnökséget, és nagyon fontosnak tartjuk ezt azért is, hiszen így hangsúlyosabban tudnak megjelenni a különböző külhoni magyar közösségeknek a problémái és különböző ügyei. Szintén fontosnak tartom azt, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség részéről sikerült bejutatnunk az Európai Dialógus Fórumba egy küldöttet, így a KMKS szintjén most már a vezetőségben is lesz hangunk. A FUEN berlini kongresszusán az ukrajnai háború is visszatérő téma volt, hiszen külön beszélgetéseket szenteltek a konfliktus helyzetben lévő kisebbségek helyzetének is. Ukrajnában az elmúlt hónapokban kikopott a köztudatból a koronavírus járvány említése is, hiszen mindenki a háborúra figyelt és figyel jelenleg is.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a járvány elmúlt volna. Kárpátalján a megye egészségügyi főosztályának vezetője azt nyilatkozta, hogy az ősz beköszöntével folyamatosan emelkednek az eset számok. Míg a nyár elején átlagosan napi 20-an betegedtek meg, addig a napokban 150-en. A szakember szerint Kárpátalján az omikron variáns terjed, amely ugyan ragályosabb, de enyhébb tüneteket okoz, és sok esetben nem igényel kórházi ellátást sem. A hivatalos adatok szerint szombaton 117 koronavírusos megbetegedést igazoltak, köztük 9-et gyerekeknél. A járvány kitörése óta összesen több mint 125 ezer kárpátaljainál diagnosztizálták a Covidot, ebből 8329 esetet gyermekeknél. Jellemzően azok szorulnak kórházi kezelésre, akik nincsenek beoltva, így a kórházi kezelés alatt állók 80%-a most sincs beoltva, ezért a szakemberek továbbra is arra kérnek mindenkit, hogy aki teheti, oltassa be magát. Kárpátalján továbbra sincs vakcina hiány, sőt már az egykomponensű Janssen oltóanyagot is fel lehet venni. Rengeteg egészségügyi segélyszállítmány érkezik különböző országokból, így Magyarországról is, ezért Nyugat és Közép-Ukrajnában járványügyi szempontból stabilnak mondható a helyzet. Az egészségügyi minisztérium az év végéig meghosszabbította az úgynevezett adaptív karantént is. Így tehát a járványügyi szabályokat a lehetőséghez mérten mindenütt be kell tartani. Kárpátalján egyre gyakrabban fordul elő gombamérgezés. Szeptember folyamán a mentőszolgálat összesen 4 hasonló esetet rögzített. Csütörtökön 2 esetet regisztráltak. Egyet Munkácson, ahol egy 42 éves férfit enyhe mérgezési tünetekkel szállítottak a központi járási kórházba. A másik eset a munkácsi járásban, Várkulcsán történt, ahol egy 73 éves nőt már súlyos állapotban hordágyon szállítottak be, mivel szédült és hallucinációi voltak. Ő is a központi járási központba került. A statisztikai adatok szerint a gombamérgezések 95%-a a gombászok hibájából fordul elő, ugyanis nem tudják megkülönböztetni az ehető gombát a mérgezőtől. Viszont a nem megfelelően hőkezelt vagy szennyezett területen szedett, egyébként ehető gomba is káros lehet. Minden gombát hőkezelni kell. Ha főzésről van szó, akkor legalább 3-szor kell átfőzni sós vízben. A gomba nyers állapotban való tárolási ideje legfeljebb 6 óra lehet. Nem ajánlott annak a gombának a fogyasztásra, amelyről nem tudják megállapítani, hogy valóban ehető-e. Ha mégis elfogyasztották és a mérgezés jeleit tapasztalják, akkor időben értesítsenek bennünket, hogy segíthessünk. Ha ön vagy családtagja gombafogyasztás után rosszul létet tapasztal, minnél előbb tárcsázza a 103-as hívószámot. A mérgezés leggyakoribb tünetei a gyomor és bélrendszeri panaszok, valamint halucinációk, melyek már a gomba elfogyasztása után egy órával is jelentkezhetnek. Amennyiben egyszerű gombáról van szó, amely általában a gyomor és a bélrendszerre van hatással, akkor a tünetek 2 vagy több óra múlva jelentkezhetnek. Ha pedig olyan gombáról van szó, amely a májra és az epére van hatással, akkor a mérgezés tünetei 6-10 óra múlva válnak észlelhetővé. Gombamérgezéskor hőemelkedés, szédülés, émegés, hányás, hasmenés tapasztalható. Súlyosabb esetben előfordulhat halucináció és görcsök is. Amíg a mentő a helyszínre ér, a páciens állapotán a hozzátartozók is könnyíthetnek. Először is hányást kell előidézni. Ha ez nem sikerült, akkor sós oldatot vagy rehidratáló folyadékot kell itatni a mérgezettel. Ennek hiányában megfelel az egyszerű tea is. A lényeg, hogy sok folyadékot kell inni, amely mérsékelheti a mérgezés mértékét. A széntabletta is hasznos lehet, eközben viszont mindenképpen értesíteni kell a mentőszolgálatot, hogy a továbbiakban már az orvos döntsön a szükséges lépésekről. A háború miatt az ukrajnai oktatási intézményekben a jelenléti oktatás formájában történő tanévkezdés előfeltétele az volt, hogy rendelkezzenek a tanulók és az alkalmazottak számára is elegendő férőhelyet biztosító óvóhelyekkel. A kárpátaljai intézmények többsége eleget tudott tenni a hivatalos elvárásoknak, viszont az óvóhelyek többsége további korszerűsítést igényel.
Augusztus folyamán a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány egy az óvóhelyek állapotára vonatkozó felmérést végzett megyénk magyar tannyelvű intézményeiben. A felmérést követően létrehozták a Magyar Oktatási Nevelési Intézmények menedékhelyeinek kialakítása Kárpátalján című programot, amit Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkársága 350 millió forinttal támogatott. A program keretében azon intézmények óvóhelyeinek felújítását támogatják, amelyek erre vonatkozó igénnyel fordultak a Főiskoláért Alapítványhoz. A munkálatok Kárpátalja több mint 50 intézményében szeptember közepén kezdődtek el. A megérkezett támogatás után belekezdtünk az intézményekben a felújításokba, és lényegében azokkal a minimális munkálatokban kezdtük, hát mondhatom azt, hogy több tucat intézményben egyszerre, hogy maga a menedékhely megfeleljen ahhoz, hogy szeptemberben ki tudjon nyitni az iskola vagy az óvoda jelenléti oktatása, mert ez számunkra nagyon fontos volt. A Mezővári II. Rákóczi Ferenc Líceum több mint 220 négyzetméternyi alaksorában is megkezdték a felújítási munkálatokat. Itt egykor széntüzelésű kazánok működtek, ezért a falakat vastag koromréteg borította. Ugye elkezdődtek a munkálatok, amelyek már akkor kezdődtek el, szeptember elején. Kicsit féltünk is tőle, hiszen hogy mi lesz majd, hova fogunk tudni menekülni. Hát de szépen minden megoldódott, a munkálatok nagyon nagy sebességgel folynak, amint láthatjuk, itt már szinte majdnem kész van minden. Pakoltak, betonoztak, ajtókat állítottak, óriási erő és energia és anyagi befektetés van benne ebben a munkában. Az iskolában jelenleg 370 tanuló van beiratkozva, amelyek közül, gyerekek közül 90 gyerek van, akik távoktatásban részesülnek, tehát a meglévő többi gyereknek az óvóhelyünk elegendő ahhoz, hogy mindannyian le tudjunk ide jönni, hogyha megszólal a légvédelmi sziréna, és el tudjunk helyezkedni. Beregszászon, a 6-os számú Horváth Anna gimnáziumban valamelyest jobb volt a helyzet, hiszen az iskola alaksora már a II. Világháború idején is óvóhelyként üzemelt. Így itt olyan biztonsági feltételeknek is meg tudtak felelni, mint a vészkijáratok megléte. Iskolánk épülete egy nagyon régi épület, tehát pince helyiséggel rendelkeztünk, ahol ki lehetett az óvóhelyet alakítani. Probléma az volt, hogy az óvóhely minősége nem volt megfelelő, tehát mállott a vakolat, nem volt megfelelő padlózat, nem volt megfelelő az elektromos rendszer, és hát ahhoz, hogy a gyerekek megfelelő körülmények között tudják tölteni azt az időt, ami a légiriadók ideje. Ehhez nagy felújításra volt szükségünk, amit saját erőből nem tudtunk volna megoldani. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult a felújításhoz, elsősorban a Főiskoláért Jótékonysági Alapítványnak azt, hogy segítettek nekünk ebben a projektben. Jelenleg 162 tanulónk van, és körülbelül 40 ember személyzet, tehát ez a pedagógusok és a kisegítő személyzet, úgyhogy közel 200 személyre kellett kialakítani az óvóhelyet. A pince helyiségünk hatalmas, tehát sokkal nagyobb, mint amire szükségünk volt, ezért egy részét alakítottuk ki. 168 négyzetméteres területet, ugye ez körülbelül 260 személyre elegendő. A Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány programjának köszönhetően Kárpátalja számos oktatási intézménye jutott az óvóhelyek korszerűsítéséhez szükséges támogatáshoz. Közös áhítattal, foglalkozásokkal és fotózónával várta a híveket a beregszászi református egyházközség az idősek világnapja alkalmából. A Dorcas Jótékonysági Alapítvány támogatásával a partnerszervezetek több helyszínen is szerveztek programokat Kárpátalján.
A beregszászi gyülekezetben Cserniga Gyula helyi tiszteletes tartott áhítatot, majd a gyülekezet fiataljai egy kis előadás keretében versekkel és énekekkel köszöntötték az alkalomra érkezett közel 80 szépkorút. Évről évre igyekszünk valamilyen, ahogy nálunk mondják, nagy délutánt szervezni. Nem csak október 1-én, hanem az évnek más szakaszaiba is igyekszünk ezt megrendezni, de az utóbbi években a járvány, illetve egyéb események miatt nem mindig tudtuk ezt kellőképpen megszervezni, de nagyon jó visszatekinteni, hogy tavaly október 1-éhez legközelebb álló szombaton és tavaly előtt is ezt meg tudtuk szervezni. Általában igyekszünk összegyűjteni valóban azokat a szépkorúakat, akik itt a gyülekezet bázisán vannak, akik hozzánk tartoznak, de nagyon jó azt látni, hogy olyanok is jönnek, akik talán nem is reformátusok, olyanok is jönnek, akiknek ez egy nagyon-nagyon különös és fontos élmény. Mondhatnánk, gondolhatnánk, hogy hát mi abban a nagy dolog, hogyha eljönnek egy-egy ilyen délutánra, egy kicsit együtt vannak, és ez talán nem is olyan fontos, de azoknak az időseknek, akik lehet egész évben sehova nem tudnak kimozdulni, azoknak valóban ez egy nagyon-nagyon rendkívüli alkalom tud lenni. Ilyenkor általában az Isten igéje köré gyűlünk, tartunk áhítatot, éneklünk, és próbálunk olyan testvéri közösségbe itt együtt lenni, amely maradandó élményeket tud alkotni, és általában az utóbbi időben kézműves foglalkozásokat is igyekszünk tartani nekik. Most a mai alkalmon egy képkeretet fognak kidíszíteni mindenki saját maga számára, és az alkalom előtt és közben és után pedig fotókat készítünk egy hivatásos fényképész segítségével, aki majd az alkalom végére ki is nyomtatja a fotókat, és ezt igyekszünk majd betenni az általuk készített képkeretbe, majd pedig hazaviszik ezt emlékbe. Mindenki barátnőjével, vagy azzal, akivel esetleg a templomba egy padba ül, ezeket a képeket majd elkészítik, úgyhogy reméljük, hogy ez valóban felkerül mindenkinek a polcára, vagy a falára otthon. Úgy gondoljuk, hogy fontosak az idősek, így a Nemzetközi Idősek Világnapja alkalmából, és nem csak azért, mert tanulhatunk tőlük, hanem azért is, mert olyan dolgokat építettek fel, ami ránk maradt, amiért hálásak kell, hogy legyünk. Ha belegondolunk, akár itt csak a beregszászi református gyülekezet életébe, az elmúlt 30, 40, 50, 60 évben vannak olyan események, amelyek meghatározóak, és ami miatt mi most talán itt tudunk állni, és itt tudunk beszélgetni. Többek között az Isten eszközei voltak ezek az idősek, akik most jelen vannak az alkalmon. Talán sok példát felhozhatnék, de talán ugye itt egy érdekes példa, sok időst, aki nem tud már magától eljönni, azt autóval hozzuk el, szállítjuk be, és az egyik ilyen bácsi már megvakult, úgy hoztuk el az autóval, és olyan jó itt hallgatni, ahogy mesél arról, amikor a 80-as évek végén, a 90-es évek elején, akkor ezek az idősek, vagy ezek közt az idősek között nagyon sokan voltak, akik odaálltak a gyülekezet élére, közben jártak hivataloknál, vagy a szükséges helyeken, hogy az ingatlanainkból néhányat talán visszakapjunk, vagy hogy azokban az években, amikor igazából a szovjet évek alatt nehéz volt talán jó kereszténynek lenni, vagy nehéz volt a templomba járás, akkor ők itt voltak. Akkor ők hozták a kis adományaikat, és fenntartották a gyülekezetet, és azt gondolom, hogy ezt nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek a dolgok így megtörténtek. Úgyhogy itt talán ma erről is szó van, hogy hálásak vagyunk az egyház községért, a gyülekezetért, az időseinkért, azokért, akik egykor aktív tagjai és szolgálói voltak ennek a közösségnek, és valóban nagyon sok szolgáltató van most is, akik fiatalként itt ebben most részt vesznek, és segítettek mondjuk a bográcsos elkészítésébe, a sütemény megsütésébe, vagy a terítésbe, vagy a hangtechnika összeállításába, tehát hogy minden a megfelelő helyen legyen. Úgyhogy ezúton is köszönöm nekik, nagyon hálásak vagyunk a sok szolgálattevőért és önkéntesért. A rendezvényt követően senki sem távozott üres kézzel, ugyanis a szervezők mindenkiről készítettek egy-egy fotót, amelyen megörökítették a beregszászi református egyházközség gyülekezeti termében töltött alkalom emlékét.
A Várda Hagyományőrző Kulturális Egyesület nagyszabású sportnapot szervezett Kisvárdán, melyre a városban élő belső ukrajnai menekült családok is meghívást kaptak. Háború kitörése óta rengeteg sok menekültet kaptunk, nem csak gyerekeket, hanem egész családokat. Kaptunk anyukákat, gyerekekkel, újszülöttökkel, és onnantól a mi életünk is változott. Mi nem csak gyerekeket integrálunk iskolákba, meg az óvodákba, hanem mi igyekszünk megcsinálni szabad napokat, szabad tevékenységet. Ez mai napon első sportnapunk, ami Várda Hagyomány Kulturális Egyesület létrehozta. Van 53 család, akik jöttek külföldről, akik jöttek Ukrajnából. 53 családból gondoskodunk minden nap. Van 16 család, akik vannak a közeli falukon. A sportnap egyik célja az volt, hogy a belső ukrajnai családok megismerhessék, milyen sportolási lehetőségek vannak Kisvárdán. Több olyan gyermeket láthatunk, akik együtt tanulnak, vagy együtt töltik a napjaikat most már azokkal a gyermekekkel, akik Kárpátaljáról, illetve a háború elől ide menekültek hozzánk Kisvárdára, és úgy gondoljuk, hogy ez egyfajta integráció számukra, hogy megismerjék egymást, hogy együtt sportoljanak, hiszen a sport összehoz, összeköt bennünket, és együtt a hétköznapok is sokkal gördülékenyebbek lesznek ezek után, úgy ez a rendezvény tulajdonképpen ez a célja ennek a rendezvénynek. Bemutatkozott a közönség előtt a Kisvárdai Művészi Kerékpársport Egyesület is. Kisvárdai Művészi Kerékpársport Egyesület az első pillanattól kezdve aktívan szerepet vállalt és részt vett a menekültek megsegítésére. És én, mint személy szerint Kárpátaljáról származom, a Nagyberegi Művészi Kerékpár Sport Egyesület növendéke vagyok. Így személyes célomnak is éreztem azt, hogy ezt a kis közösséget nagyobb közösségét tegyük, és nemzetközi szinten összefogtunk a németországi, a szlovákiai, a csehországi, a Magyarország összes művészi kerékpár sport egyesületével annak érdekében, hogy Kárpátaljára tudjunk vinni adományt. A Várda Hagyományőrző Kulturális Egyesület sportnapján ott volt a Határtalan Segítség Alapítvány is, akik a gyerekek nagy örömére megszervezték a Rolling Kids Kupa egyik állomását. Az alapítvány sokat segített Kárpátalján. A háború kirobbanása óta közel 300 tonna adományt juttattak el a megyébe. Van egy jótékonysági rendezvény sorozatunk, aminek az a célja, hogy minden intézményhez, gyermekintézethez, akár iskola, akár óvoda juttassunk el különböző járműveket. Ennek a közlekedés biztonsági programunknak az a lényege, hogy a gyerekek biztonságosan megismerjék a táblákat, tudjanak közlekedni a közutakon, ugyanakkor tudják használni a különböző járműveket is, amit majd itt is láttok, kétkerekű, négykerekű, roller, pedálos gokárt és a többi. Ilyeneket osztottunk már szét több ezer darabot, többek között Tisza, Ágtelek, Mezővári, Beregszász és Kárpátalja egész nagy területén sok sikerrel, mert ugye a gyerekek mindig nagyon örültek neki. Jelenleg mintegy 100 menekült gyermek jár a kisvárdai óvodákba és iskolákba. A helyiek célja, hogy valamennyien otthon érezzék magukat Kisvárdán.